Nem volt mit ennem, ezért lerajzoltam, hogy mit ettem aznap. Ez volt az első nap, látszik, hogy nem tudtam még használni a péntet rendesen. A harmadik nap már egészen más, már sokkal kidolgozottabb. Ezzel párhuzamosan kezdtem el csinálni a többi péntrajzot. Ha látok valamit, például a Kispest határutas, az konkrétan megtörtént, és hazajöttem és megrajzoltam. Bomlott elmélyű hajléktalan úr összeszólalkozik a talajjal, majd levizeli azt. Előre hajolt, és így nézte a földet, és ordibált lefele, és közül így rázta az ujját. Aztán egyszer csak így, amikor legközelebb oda néztem, azt láttam, hogy már vizel. Mióta lesz? Hát, amióta megszülettem. Mindig szeretünk volna elköltözni, csak hát anyagi okok, úgyhogy nem tudtunk. Nyilván nem szeretem, mert akkor nem ilyen rajzokat készítenék. Annyira rossz, hogy már vicces, szórakoztató sokszor. Mi volt a legszürreálisabb élményen? Hát amikor a vakfiú egy tálca sütivel állt a liftben. Nagyon megijedtem tőle, nagyon aranyos amúgy ez a fiú, de annyira furcsa volt az a látvány, hogyha lebegett, az se lett volna furcsább. Nem játszottam annyit itt az itteni gyerekekkel. Inkább kimentünk a nagymamámékhoz, akik egy kicsit jobb környéken laktak. Hát a kilátást szeretem. Az nagyon jó. Az az egyetlen jó dolog, ami itt van. Ezt a képet akkor csináltam, amikor elmentem gólyatáborba, és kértem a nővéremet, hogy figyelje az axolotjaimat, hogy jól vannak-e, de ő ezt nem tette meg, és meghalt az egyik. És 40 fok volt, és nem szólt, és itt rohadtam, amíg vissza nem jöttem. Albino mexikói axolot. Mindig is szerettem volna ilyet, és hogy vettem kettőt, akikről kiderült, hogy ők egy pár, egy fiú és egy lány, és lettek gyerekeik. Most van nálam itt 9, és a barátomnál van 4. Ez a Viktor értem itt a Deákra című kép. Viktornak vannak kutyái? Igen, őket több ezen a képen is ők vannak. Igazából úgy különböztetem meg ezeket a rajzokat, hogy ami van, és amit szeretnék. Tehát egy ilyen realisztikus hangvételű ábrázolások, és egy ilyen ideális világ. Kb. 16 éves lettem, és egy nagyon furcsa fejű ember egész úton bámult, és utána kacsintott egyet, és megnyalta a bajszát, és teljesen kiborultam. És a háttérben az a plakát? Tini Mamik, sátán és szex. Felmentem az MTV honlapjára, hogy utána nézzek, hogy mi ez a műsor, és így azt fogadott, hogy szavaz, melyik a dögösebb Tini Mami. És akkor így ott volt két nem tudom hány éves lány lefotóz a fürdőruhában, akik már szültek. És ez is mennyire kiborító, hogy így szavazni lehet, hogy melyik tini anyuka a dögösebb és a szexibb. A keresztény Gitchet szeretem nagyon. Nem igazán van kedvenc művészem, inkább csak kedvenc képeim vannak, de nagyon rossz vagyok a nevek megjegyzésében, úgyhogy még most így se tudok mondani. Inkább csak a képekre emlékszem, és a alkotójára nem feltétlenül. Windows 7-en már új pént van, és nem azt használom, mert az nem tetszik, hanem a régit. Nem is értem, hogy másoknak, hogy nem jutott eszébe kihasználni, mert így csodálatos. Mindenki arra vágyik, aki képzőművészeti egyetemre megy, hogy a művészeti tevékenységéből éljen meg. De ez nagyon keveseknek sikerül, és elég kicsire az esély. Van egy olyan sejtésem, hogyha itt maradok, akkor nem fogok tudni ebből megélni, azért külföldre szeretnék majd menni.